jó tanulmányi eredményéért, segítőkészségéért és a horvát közösségi programokon való aktív részvételéért vehette át három társával együtt Rádai László a horvát nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjat. Aktív vagyok az iskolának a közösségi életébe, meg hát, ahogy itten mondta a lány is, hogy kedvelnek valószínű, és hát meg a tanulmányi átlagom se olyan rossz. Az egyik osztálytársam ilyen nyelvi előkészítő nulladik osztályban volt, és megkértek rá, hogy korrepetáljam, mert nagyon bizonytalan volt, még az is benne volt a pakliba, hogy elmegy az iskolába, és akkor hát mondtam neki, hogy akkor én segítek, és akkor így azóta is itt van, és legjobb barátok vagyunk. A miniszterelnökség a továbbtanulás elősegítéséért a tavaly évben is meghirdette nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj programját. Pécsett két német és egy horvát nemzetiségi iskola összesen 12 diákja vehette át az ösztöndíjat Soltész Miklóstól, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárától, a pécsi Miroslav Kleža horvát oktatási központban. A 2021-ben megpályázott nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjakból a 2011 óta működő támogatási rendszer keretében összesen 17 iskola, 67 diákja részesült idén. Itt ezen a területen kimondottan a nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjat, amit most a fiatalok megkapnak, 2011-ben indítottunk el, és akkor még hát évente 12 tanulót tüntettünk ki összesen az egész országban. Eddig ez alatt a 10 év alatt 272 tanuló kapta meg a nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjat. De két okból megnöveltük ezt a létszámot, és kitágítottuk ennek a lehetőségét, ezért lehettek most itt 12-en, akik nem az egész országot képviselitek, de egy nagyon jelentős nemzetiségi közösséget, illetve iskolákat képviseltek. Azért bővítettük ki, mert egyrészt nőtt az iskolahálózat. Érdemes azt tudni, hogy 2010-ben, akkor elkezdtük a kormányzást, akkor 10 nemzetiségi iskola, 12 nemzeti iskola volt Magyarországon. Adott esetben az önkormányzatok, az országos önkormányzatok tartották fönn, adott esetben pedig a helyiek. Most pedig 100 ilyen van. 100. És főleg a németek, horvátok, szlovákok, szerbek, románok, akik élen járnak ebben, legtöbb iskolát a német nemzetiség tartja fenn, sokat tartanak fenn a horvátok is, és ezek sokszor országos fenntartásúak, mint például ez a gimnázium is, vagy sok más gimnázium is, de vannak helyi fenntartású intézmények is. És ezekben az intézményekben a jövőben szükségesek pedagógusok, tanárok, szakemberek. És amikor az ösztöndíjat adjuk, akkor mindig azt szeretnénk egyrészt megköszönni nektek is, tanároknak, nemzetiségi vezetőknek, és természetesen a szülőknek is, hogy egyrészt jó tanulmányi eredményeket értetek el, de másrészt pedig azt is szeretnénk ezzel jelezni, hogy elolvasva nem csak a ti önéletrajzatokat, hanem másokét is, akik idén már megkapták ezt az ösztöndíjat, sokat tesztek, illetve tettetek a nemzetiségi közösség érdekében. Az államtitkár emlékeztetett, a középiskolásoknak nyújtott tanulmányi ösztöndíj mellett ösztöndíjat kaphatnak a nemzetiségi óvodapedagógusok, tanító és tanárszakos hallgatók is, és támogatják a nemzetiségi nyelven oktató pedagógusokat is. Az eseményen részt vett Hoppál Péter országgyűlési képviselő, Englenderné Hokkibolya a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke, és Gugán Iván az Országos Horvát Önkormányzat elnöke is. Ilyenkor mindig nagyon büszke vagyok. Egyfelől, mint az iskola egykori diákja, másfelől, mint az Országos Horvát Önkormányzat elnöke, hogy minden évben vannak olyan fiatal, tehetséges tanulók, akiknek fontos a horvátságuk, akik a mindennapokban is megélik ezt a horvátságukat, és a jó tanulmányi eredmények mellett aktívak a különböző foglalkozásokon, néptánczene, vagy jó sportolók, és szerintem ilyenkor jó, hogyha megmutatjuk őket a többiek előtt is, és ezeket a sikereikről beszélünk,
mert példaképek lehetnek, és abban bízom, hogy nem csak amíg ide járnak a gimnáziumban, hanem utána is aktív tagjai lesznek a közösségnek, hiszen kellenek a fiatalok, kellenek az új tanárok, kellenek az önkormányzati vezetők, a civil szervezetekben aktivisták, úgyhogy mindig jó eljönni az ilyen rendezvényekre, és az ember büszkén távozik. A 20 hónapon át folyósított havi 30 ezer forintos támogatás, melyet idén összesen 67 tanulónak ítéltek oda országszerte, ösztönzést jelent a diákoknak.